Nekem volt egy karácsony előtt egy kisebb, hát túl monotonak voltak a szolgálatok, volt egy kisebb lelkesedés, elvesztés, ami hál' Istennek mégse az lett, és teljesen pozitív töltetű dolog lett. Már több mint két éve szolgálta a rendőrséget Budapesten 2020 karácsonya előtt a nyíregyházi születésű, korábban Szakolyban élő és Nagykállóban tanuló Szarvas Erika. A monoton szolgálati napok aztán már az ünnep előtt egy héttel megváltoztak, amikor az akkor 23 éves rendőrnő közreműködésével sikerült kézre keríteni egy többszörösen körözött személyt. Nekem az akkora pozitív élmény volt, hogy úgy éreztem, hogy én ezt szeretem csinálni, és szeretném tovább csinálni. Majd 24-én én sem tudtam, hogy a Petivel leszek, de nagyon örültem, mert kölcsönös mai napig köztünk a bizalom és a biztonság érzet. Úgyhogy 24-én én úgy álltam hozzá, hogy szerintem aznap reggel eligazítás után ezt elmeséltem Petinek, hogy nagyon jó érzés volt. És vidáman, hát karácsonyi hangulatba kezdtük meg a szolgálatunkat. A két járőrnek aztán december 24-e hajnalán egy társasházhoz kellett kimenniük, mert egy bejelentés szerint valaki hangoskodott és megrongálta a lakások ajtaját. Bent a lépcsőházban aztán a kábítószer hatása alatt álló férfi dulakodni kezdett Péterrel, majd több helyen megszúrta a rendőrt, akit az eset után életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A támadásnak az vetett véget, hogy járőrtársa Erika lelőtte a késelőt, aki a helyszínen meghalt. Azóta majdnem két év telt el, a két rendőr rendszeresen tart együtt drogprevenciós előadásokat, és mesélik el történetüket. Ennek apropóján érkeztek a nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnáziumba is. Úgy fogalmaztak, testvéri kapcsolat alakult ki köztük az eset után. Péter jelenleg a BRFK bűnmegelőzési osztályán, Erika pedig a BRFK kommunikációs osztályán dolgozik. Ez a két osztály sokat dolgozik együtt. Így, hogy egyik-másik osztályt képviseljük, mi is rengeteget dolgozunk együtt. A barátság, hát úgymond már testvériség, az ugyanúgy megmaradt az eset óta, mint amennyire az előtt megvolt, és magánéletben is ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot. Erika számára azért is volt különleges a mostani látogatás, mert a Budaival szomszédos Korányi Frigyes gimnáziumban érettségizett. Túl vagyunk már egy pár előadáson, szám szerint most nem tudom, hogy körülbelül 10 előadáson túl vagyunk, de ide azért más volt visszajönni. Most tényleg azt érzem, hogy otthon a közegemben tartok előadást, és biztos vagyok benne, hogy már most, ahogy most megkérdeztél, sokkal több emóció fog felszabadulni, úgyhogy ez a helyszín és ez az iskola nekem azért sokkal kedvesebb, mint az eddigiek, és sokkal őszintébben és mindent átadva, oldottabban igyekszem majd a Péterrel együtt mindent elmondani. A december 24-i eset után Péternek hosszú időbe telt a teljes felépülés, Erika számára pedig lelkileg volt nehéz feldolgozni az esetet. Mi utcán kezdtük, megtörtént velünk ez az ominózus eset, és azóta mi belekezdtünk ebbe az előadás sorozatba, ugye én azóta a kommunikációs osztályon tevékenykedem, arra annyit tudok mondani, hogy tényleg most érzem magam jó helyen, és a saját közegemben, és tudom, hogy most tényleg itt kell dolgoznom, és itt kell lennem. És én azóta azt tudom mondani, hogy mióta ezt az előadást csináljuk, amit ma hoztunk a diákoknak, azóta sokkal könnyebben beszélek róla én is, beszél róla a Peti is, és sikerült nekünk úgy feldolgozni, és úgy továbbvinni ezt az egészet, hogy esetleg mások tanulnak belőle. És szerintem ez az, amiért megérte, és az, hogy én most itt vagyok, nekem ez nagyon jó érzés. Erika és Péter úgy fogalmaztak, sok dolgot látnak másként a 2020 karácsonyán történtek után, azon ugyanakkor egyikük sem gondolkodott, hogy felhagynak a rendőri pályával, drogprevenciós előadásaikat pedig a jövőben is folytatják országszerte.